Megérkezett az új szezon a Call of Duty Modern Warfare-be is, és megérkezett az új szezon a Call of Duty Mobile-ba is. Ebben a videóban erről lesz szó. Sziasztok, én Peti vagyok, és üdvözlök itt mindenkit egy vadonatúj Call of Duty mobilos videóban. Megérkeztek a következő szezonok a Ranked-be is, illetve a Battle Pass-ekbe is, úgyhogy lássuk mi újság. Főmenü így változott meg. Radioactive Agent lett a neve a Battle Pass-nek, így változott meg a Battle Pass-nek az előrehaladása. Mutatom az érdekesebbeket: Ghost Hazmat Suit, Barricade Skin, Radioactive Skin, Kruger Alchemist, 14-es tiernél a Cluster Strike Score Streak-et oldjuk fel, 20-asnál Striker Barricade, 21-esnél ez a QQ9, ami egy MP5, 25-esnél a Radioactive az LK24-ra, 30-asnál a Barricade az AK117-re, 40-esnél az M4 Back Scratcher, hát ez durva, 50-esnél ASM10 Danger Zone, érkeztek ilyen calling cardok, illetve a Flood érkezett a Modern Warfare-ből, mert ez nekem megvan a Modern Warfare-be, aztán 50-es tiernél nagyobbat elérünk, akkor krediteket kapunk. Pedig én haladtam sokat, és ezt nagyon sajnálom, hogy most már nincsenek ládák. 50-es plusznál miért nem ládák vannak? Túl sokat farmoltam, lehet az a baj. Vannak itt újra képregények, ahogy gondoltam, ezt fogják folytatni. A 6-os szezonnál volt 4, a 7-esnél is szintén, július 9-éig tart elvileg. Vásároljuk meg a Premium Pass-t, 560 code pointba kerül, meg is vásároltam, és akkor fel lehet oldani a dolgokat. Kár érte, kreditekkel sok mindenre nem megyek. Itt van az 5. szezon a Ranked-ba, nézzük milyen jutalmak lesznek itt, jelenleg Veterán 2-vel érkeztem, és akkor lehet fejlődni tovább, az Elite 3-nál lesz egy Tripmine skin, aztán a Pro 2-nél lesz az HBRA skin, ez egy olyan fegyver, amit jó lenne megszerezni, szerintem az meg lesz, de még nem kiabálom el, mert inkább a Battle Royale-t szoktam játszani, Master 3-nál MSMC, Legendary-nál pedig ez a Frame. Oké, na de lássuk a Battle Royale-t, ott milyen jutalmak lesznek, Elite 4-nél egy ilyen Parachute, Pro 3-nál ez a kocsi, Master 2-nél lesz ez a Battery Schools and Blood, rossz, és a Legendary-nál pedig ezt az emblémát kapjuk még. Okay, szerintem azok meg lesznek, ügyesebbnek érzem magam Battle Royale-ba. Szóval változtak itt a dolgok, most már nem csak embléma és keret van, hanem már a calling cardok is itt vannak. Én feloldottam már egy ilyet, szerintem ez lesz a legritkább, mert ez érkezett leghamarabb. Tegnap, amikor még nem érkezett az új Battle Pass, csak az új pálya jött a játékba, akkor volt egy ilyen event, hogy játszunk a Battle Royale-ba, mert új helyszínek is érkeztek, és akkor ott oldattam fel ez az új calling card. Ez még 8 napig elérhető. Szerintem ez elég ritka lesz, azoknak lesz meg, akik már a szezon elején ezt megcsinálták. Ugyanígy itt vannak a szezonos küldetések, a Manowart meg lehet szerezni, most már van jó néhány küldetés, amin ha végig megyünk, akkor megkapjuk ezt az isometric skint. A Manowart is meg lehet szerezni most már. Itt van még ez a Lev Kravchenko skin, amit meg lehet szerezni küldetésekkel, illetve ez a calling card. Ezek a küldetések úgy működnek, mint a Modern Warfare, sorba kell haladni mindegyikkel, és miután egyet megcsináltuk, feloldjuk a következőt, azt a küldetést megcsináljuk, és így tovább, és a végén akkor megvan a főjutalom. Napi bejelentkezések így változtak, szerintem ez nagyon királya, hogy így össze van téve. 29 napon keresztül, hogyha bejelentkezünk, akkor ezeket kapjuk meg. 24. napnál van egy nagy jutalom, ez a Vanguard skin. Az utolsónál a Pharaoh skin van, Danger Zone skinnel, oké, érdemes bejelentkezni. Aztán megváltozott ez a hirdetés nézegetés, most már ez az a felület, ami vár itt minket. Úgy vettem észre, hogy egy nap 10 darab hirdetés lehet megnézni, és akkor utána lehet nyitni, és ha 200 alkalommal nyitunk, akkor elvileg mindent össze lehet szedni, vagy valami ilyesmi van, de ezeket, amik itt vannak a falon, ezeket lehet megszerezni a húzással, és hogyha szerzünk ilyen csillagokat, akkor külön meg is lehet vásárolni azt, ami ott van a falon. Tehát ha nincs szerencsénk, akkor a csillagok gyűlnek, de akkor meg lehet venni. Szerintem ez az egyik legérdekesebb, ez a Captain Black Lime, ez egy érdekes skin, illetve itt van ez az AG-40 Heatstroke, de ez ismerős nekem, szerintem ez már volt a játékban, csak ide is ide tették. Szóval itt érdemes megnézegetni akkor a hirdetéseket napi szinten. Jöttek nekem üzenetek, lássuk mi újság, hát Ranked Ravardok érkeztek, jó sok. Na akkor fogadjuk el őket, lássuk, kaptam ezt, ICR-t is megkaptam, és 1500 kizet, hű, oké. Nézzünk be akkor a boltba, hogy a krediteket mire lehetne elkölteni. Type 25 Cyberspace érkezett, Chico, ez a Shotgun, FHS és M4 LMG, ezek érkeztek. Hát jó, ez is valami. Én elég ritkán költök kreditet, mert nem érzem, hogy ez hú, de nagy cucc lenne. De már van 85 ezer kreditem, lehet, hogy lassan elkezdem költeni, de hát majd elköltöm, ha úgy. Ha értékesek jönnek, majd elköltöm. Na itt van, amiről én beszéltem. Az előző szezonban a Wild West Crate-et farmoltam, 582-t sikerült összegyűjteni. Most kár, hogy nem adták így ide bele a játékba ezt a lehetőséget. Csak kreditet lehet farmolni, de hát észrevették, hogy mit csinálnak.
játékosok. Hát menjünk egyet akkor a Tunézia pályán, az az új pálya. Így kezdődik most már egy meccs, tök király. Jövök ezzel a kordájtal, ezt megmutatom, hogy milyen. Domination-en játszunk itt az új pályán a Tunézián. Gyerünk, foglaljuk el ezt a C-t, általában onnan szoktak jönni. Jó, most nem jöttek, ők A-ra és B-re mentek, na menjünk. Már is elfoglalták mindkettőt, jöjjünk be, foglaljuk el az A-t. Lássuk, hogy ott jönnek-e. Nem jönnek, menjünk a B-re is, foglaljuk el mind a hármat, ha tudjuk. Oké, egy normál kill. Jön itt még valaki, jó, még egy kill. UAV-t benyomjuk, aztán a Hunter Killer drone-t oda elpatintjuk. Majd csak talál valakit. B-t is elfoglaltuk, de ők már a C-n vannak. Na menjünk akkor a C-re. Ha oda már jönne ide az ára, úgy hallom. A rassist megvolt, jó, segítek. Megvolt a kill, szerintem, ó, UAV jelz, itt jön. Meg is van, Bloodthirsty. Jövünk, foglaljuk el a C-t, talán onnan jönnek. Igen, ott is van, le is szedtem. Jó, húzódok vissza, megvan mind a három hely. Jövök ide az ára, itt lesznek. Nem, nincs itt senki. Az A-t és a C-t az könnyen be tudom védeni. Wow, vigyázz! Jó, sikerült legyőzni. A C-t foglalják, na megyek, segítek. Sikerült, jó van. Az A-t veszítjük el, jövök és segítek. Sikerült legyőzni, jó, akkor ezt én be tudom védeni, mert ezek közel vannak. Remélem a többi csapattárs megy a B-re. Kész az első fél idő, megvan az 50 pont. Úgy olvastam, hogy változtattak a War Machine-on, és ahogy kipróbáltam már, ez nem nagyon tetszik, amit változtattak ezen. Lassabban lő, nem tud olyan távolra lőni, úgyhogy ja, sajnálatos. Itt vagyunk az A-n, két kill egyből. Ott fent szoktak még jönni, most is így van. Jó, de megvan a V-tól, nyomjuk be a UAV-t, nyomjuk be a Hunter Killer drone-t oda felülre. Én ide itt lehasalok, és előveszem a V-tolt. V-tollal pedig belátom itt az egész helyet, aztán küldjük nekik a szépségeket. Remélem, a csapattársak akkor mennek és elfoglalják a C-t. Úgy látom, hogy a B-t akarják elfoglalni az ellenfelek, ezt nem hagyom nekik. Elveszítjük Alfát, na megyek oda, besegítek, de ketten is rajta vannak. Jó, kiiktattam őket, oké, és a B felé jön itt valaki, ez a lépcső elég nyitott, ide lehet jönni, ez jó pozíció. Jó, hát eddig tartott ez, melyiket veszítjük el? Éppen az át, na jövök akkor, megnézzük ezt a War Machine-t, oda pattintottam egyet, elveszítem a B-t, na megyek akkor a B-re. Hát akkor az át és a C-t megbe... Wow, vigyázz! Tehát ez nagy kár ezért. Milyen jó halál nélküli streakem volt, de hát már vége is a meccsnek, megvan a győzelem. Victory! Na jól van, hát akkor ilyen ez az új pálya, az új szezon. Lehet megint akkor fejlődgetni és feloldani az újdonságokat. Remélem tetszett nektek ez a videó, találkozunk legközelebb.